A restaurátorok találtak egy rejtőzködő Frey Christian képet, ami a Ludwig Múzeum tulajdonában álló 010172 fantasztikus címet viselő alkotás alatt rejtezkedett. És hát az volt az érdekes, meg az volt a nagy kérdés, hogy ugyan miért kerül egymásra két kép, tehát ez egy nagyon ritka szituáció, illetve provizorikus szituáció, rövid ideig van, hogy szállítás miatt, tárolás miatt föl kell egy létező laklámára két vásznat is szegezni, de normálisan azért nem maradnak ott ezek a képek, csak egy nagyon rövid ideig. És ezért is volt nagy meglepetés ez, hogy egyáltalán ott bujkál alatta, azért ez nem egy szokványos dolog az, hogy egy festménynek van egy másik oldala, mert azt a vásznat is másik részét, oldalát is használta a művész, az jól ismert, meg az sokszor előfordul, de az, hogy alá van dugva egy másik, és az teljesen elfelejtődik, ez egy nagyon ritka szituáció. És a másik festményre fölírt filctollas bejegyzés szerint az eladásra készült ez a kép, és még egy nyilacska is volt mellette, hogy a tekercs is eladó. Tehát egyértelmű, hogy az alsó kép mint eladásra kínált, a másik pedig tekercselve volt, és úgy kerültek valami galériás kereskedelmi közegbe. És a föltekercsett kép meg egyszer csak fölkerült a gondolhatjuk, hogy szállítás vagy tárolás miatt a feszítő vászonra. Minden kiállítás előtt készítünk a gyűjteményünkben található művekről állapotfelmérést, és amikor legelőször állapotfelmérést csináltam, nem erről a festményről, hanem a letéti képünkről, ami most a kiállításban látható, feltűnt, hogy az előoldalon ugyan vannak repedések, de ilyen nagyon vékony, és hát nem azokon a helyeken vannak repedések, mint ahol a hátoldalon látszódott, ugye az elő és a hátoldalát is meg kell nézni a festménynek állapotfelméréskor, és a hátoldalon teljesen más helyeken voltak láthatóak ilyen repedés nyomok. Ugye a vászon hátoldalán is látszik, hogy hol van a festékrétek berepedve, mert ott egy kicsit bemélyed a vászon. Ezek a mélyedések, és ezek nem voltak láthatóak az előoldalon egyáltalán, de például pont ez a repedés, ez a repedés, és hát ez nyilván a másik festményen nem látszódott, mert ezen a festményen van. Ezért feltételeztem, hogy van egy másik valószínűleg festett vászon a festmény alatt, illetve a húzó széleken látszódott, hogy két vászon van egymáson, ami jelenthette volna azt is, hogy meghosszabbították egy restaurálás alkalmával, tehát ez előfordulhatott volna. De itt nem volt összeragasztva ez a két vászonszél. Hát gyanús volt, hogy valószínűleg valami más van ezen az alsó vásznon. Emiatt ugye ez egy letéti festmény, a Ludwig Stiftungnak a letétje, ezért először engedélyt kellett kérni tőlük a restaurálásra. Miután megkaptuk az engedélyt, leválasztottuk a vakkeretről a másik festményt, és alatta ott volt ez. Ezt úgy kell elképzelni, hogy csak vagy kiszedtem az oldalán található szögeket, és leemeltük tulajdonképpen, tehát nem volt összeragadva semmilyen szinten. 1972-ben vagyunk, Svájcban. Frey Christian 70-ben hagyja el Magyarországot, és Svájcban egy nagyon berobbanó karriert indított akkor el, csomó kiállításra volt helyi svájci intézményekbe, galériákba, 72 az neki egy ilyen csúcsév, amikor nagyon nagy mennyiségű érett, ilyen szkripturális abstrakcióban utazó, szürke alapra készülő festményt készít. De hogy kerül itt be egy magyar eladás, tehát miért magyarul van, miért nem németül van, vagy bármilyen más nyelven van ráírva ez az eladó fölirat, és ennek csak egy logikája lehet, vagy egy lehetséges megoldása, hogy ő dolgozott Schlegel galériával, amit István Schlegel alapított Zürichben, és az, hogy ez egy ilyen félig magyar nyelvi közeg és kereskedelmi közeg, ez magyarázhatja, hogy valószínűleg oda vitték ezt a képet 72-ben, hiszen 72-ben volt ott egy egyéni kiállítása, úgyhogy ez lehet a megfejtés arra, hogy bekerült a galériába a két kép, de ott is maradt, és utána, amikor Ador Jániék gyűjteményébe került, akkor már ez el volt felejtve. Hányaveti módon volt felfeszítve erre a
pászorra, meg vakeretre, tehát látszott, hogy a művész ezt egy ilyen ideiglenes megoldásnak gondolta, nem használt elég szöget, és a sarkokat nem rögzítette, illetve egy kicsit el is volt csúszva a festmény, amikor ezen a vakkereten volt, ezért amikor újra a vakkeretre helyeztük, akkor hát ezt kikorrigáltuk, tehát most igazából úgy látható a festmény a kiállításban, ahogy ezt a művész eltervezte, amikor megfestette. Dr. Adorjányi Csaba rendezett a saját praxisába, a saját rendelőjébe kiállításfejnek, de ez már jóval később van, a 80-as években, 80-ban, 81-ben, 82-ben, tehát akkor, amikor ezek már rég megszáradtak, és túl volt ezen a Frey, és akkor már nem ilyen dolgokkal kísérletezett, úgyhogy lehet az egyetlen logikus magyarázat, hogy a Schlegelhez ment kiállításra ez a kép, akkor került rá provizórikusan a vakrámára mind a kettő vászon, és ezért felejtődött el, mert utána aztán máshoz került, és ott már a történet az elveszett és eltűnt. A Lakneren keresztül az én férjem, az Adorjányi Csaba ismerte meg a Krisztiánt. Méghozzá a Kőbölkúti úti lakásban, ahol a Lakner lakott, vagyis a felesége, a Cica ott lakott. Ott volt ott van is egy erkélyen egy kép, egy ilyen csoportos kép, az ott történt, azt mindenki ismeri ezt a képet. Az ott volt a Kőbölkúti úti lakásnak az erkélyén. Na, és így ismerkedtünk meg, és tulajdonképpen ez akkor egy elég felületes kapcsolat volt, és akkor ez a 60-as évek, nem tudom, 67-ben lehetett, és akkor mi 69-ben külföldre távoztunk, Svájcba, és akkor a 70-es évek kezdetén, nem tudom, 72-ben, vagy hogy kiderült, hogy a Christian Frey kikerült Svájcba, méghozzá úgy, hogy Fritz Billéter, aki a svájci, vagy a zürichi művészettörténész, azt megelőzően itt járt Budapesten, azt hiszem az Iparterv kiállítást nézte meg, és ott fölfigyelt erre az egész csapatra, és hát mikor látta a potenciált, akkor ott biztatta ezeket, hogy talán nem ártana külföldön is kiállítani, mert persze akkoriban lehetetlen volt. Ezért ezeknek diszidálni kellett ahhoz, hogy érvényesülhessenek. Az az érdekes, hogy napra pontosan tudjuk, hogy mikor készültek ezek a képek. Ez Freynek ebből a szkripturális vagy zsírásbeliségre épülő alkotó módszeréből, festői módszeréből fakad. Tehát belőle árad ki egy ilyen megállíthatatlan grafománia, írásmánia, és a képeit ilyen kézírásszerűen építette föl. Ugye ebbe a korszakba ezt egy ilyen nagyon gyorsan kivitelezett képeken keresztül, hogy van egy alla prima fölkent, elsősorban szürke felület, amiben egy-két szín átderenghet, és amikor ez a vastagon széles ecsettel fölvitt festék még teljesen plasztikus és még nagyon friss, akkor újjal vagy valamivel, eszközzel, ecsetnyéllel írja bele a kézírásszerű szöveget, ami direkt átbillen az olvashatatlanságba, tehát ezek az absztrakt, ilyen szkripturális képekké változnak. Ugyanakkor, bár a folyóírást azt nem lehet dekódolni, és azt érezzük, hogy ezek a többsége németül van, de a nagybetűs föliratokon kívül szinte semmit nem lehet belőle kiolvasni. Ezek ilyen naplószerű, furcsa, személyes történetek általában, amik itt rejtjelezve bele vannak kódolva a képekbe. De egy fontos fogódzónk, hogy, és ez az ő naplószerű ilyen írásmániájához kötődik, hogy folyamatosan kényszeresen datálta a képeket, akár többször is. Itt a legtetején látható egy számsor, ez a 8032 01 04 72. Ebből a 8032 az a zürichi irányító száma, ahol él, tehát ez a lokális behatárolás is egy ilyen nagyon fontos gesztus volt, meg gondolati pattern az ő számára. A 010472 az pedig fordítva a dátum, vagyis április 72. április 1-én járunk. A 4-es, a 01, vagyis az április, az eléggé egyesnek is olvasható, úgyhogy amikor bekerült a gyűjteménybe ez a kép, akkor azt egyesnek olvasták, mert ez a logika még nem volt teljesen fölfejtve. Ha itt nézzük a másik datálást, mert ahogy mondtam, Frey mániákosan datál több helyen is, tehát ahányszor egy munkafázison túl van, gyorsan datál rajta egyet, elkezdi, ír egy dátumot, befejezi, még egy dátumot ír.
Itt 1-4 római 4-jel 72 van fölírva, tehát itt egyértelmű, hogy április 1-én készült ez az alkotás. A másik képről is tudjuk, mert azon is rajta van a számsor, az 9-én készült, tehát alig több mint egy hét választja őket egymástól, tehát ez abszolút a egymás testvérei, vagy nagyon-nagyon közeli rokonai egymásnak, stilárisan is, meg a színvilágában is nagyon közeli rokonai egymásnak, és az egész beleilleszkedik abba 71-72-ben kibomló zürichi nagy festészeti korpuszába, meg korszakába a Frey Krisztiánnak, amikor az eredendő írásbeliségét, amin keresztül ő eljutott az absztrakcióig a 60-as években, azt egy teljesen egyéni stílusnyelvé érlelte, és jó sok, itt a kiállításon is egy teljes termet megtöltenek ezek a művek, tehát ez egy nagyon megfogható, szép és kerek korszak az ő életművében. 72-től körülbelül a 80-as évek végéig mi nagyon szoros kapcsolatban voltunk, mint baráti kapcsolat. És akkor aztán az én férjem pedig 1980-ban egy neurológus volt, kinyitott egy magánpraxis Zürichbe, és ott nagyon szép helység, nagyon szép helyen, nagyon nagy termek voltak, gyönyörű falakkal, amik teljesen üresek voltak, és akkor volt ez az ötlet, hogy akkor, ha már a sors így hozta, akkor Christian Frey képeit állítsuk ki, amikor lesz a kerítés megnyitója, mert ott Svájcban az mindig egy esemény, amikor valaki valamit megnyit, tehát egy ilyen reprezentatívabb dolgot, akkor ott az mindig egy esemény, egy utal. És akkor ezt gondoltuk, hogy ez most tök jó, jól jön a Krisztiánnak is, és tényleg, hát vagy 8-10 képét tudtuk ott, ezeket a nagyméretűeket ott kiállítani. Én akkoriban nem értettem annyira az ő műveit, mint ma. Tehát nekem is kellett idő ahhoz, hogy ezzel a fajta felfogással, vagy ezzel a fajta kifejezésmóddal közel kerüljön hozzám, és tudjam, hogy itt miről van szó. Engem az, hogy a Krisztián ilyen szabadon festett, és hogy kvázi így elmerült témákba, ez nekem új volt, és főképp a dimenziók, tehát hogy ekkorában festett, mindig olyan kisképek voltak, nem volt papír, meg nem volt festék, meg semmi nem volt. És ez a bátorság, hogy valaki így kimer terjeszkedni, és hogy nem kontrollálja azt, hogy mit nyom föl a képre, hanem ami így belülről így spontán följön, azt úgy fölviszi, ez nekem nagyon felszabadítóan hatott, és nagyon új dimenziókat nyitott ki, gondolkodásba is. Abszolút helye lenne a kiállításon. Egyszerűen annyira az utolsó pillanatban bukkant föl a kép, egy-két nappal a kiállítás megnyitója előtt, hogy nem volt idő nem is beilleszteni a kiállításra, hiszen itt egy kicsit odébb tolva a képeket akár lett volna neki hely, hanem egyszerűen a múzeumnál itt a Stiftung, a német Stiftung a tulajdonos, és a tulajdonjogot kellett tisztázni, mert nem volt egyértelmű, hogy kié vajon egy ilyen újonnan felfedezett alkotás, és igazából ennek a jogi procedúrának kellett végigmennie, és csak azért nem került be, amúgy teljesen helye lett volna a kiállításon. Most külön mutatjuk be, meg külön szerepeltetjük, mert közben ez egy nagyon izgalmas felfedezés. Egyrésztről, másrésztről meg arra mutat rá, hogy Frey művek azért lappanganak, és ez egy ismert, de kallódó életmű, aminek nagyon sok tök komoly, kiemelkedően fontos alkotása, nem tudjuk, hogy hol van.